Nem folyik benne vér, nincsen benne gyilkosság, nincsen benne őrült nagy, ilyen látványos, szélsőséges helyzet. Mégis azt hiszem, hogy a nézők, a gyerekek, azok egy csomó pillanatát elég extrémként fogják majd felfogni, és ebben lehet, hogy különbség is lesz majd a felnőtt és a gyerek nézők között, úgyhogy ez már izgalmas lesz, amikor elkészül az előadás. Az első darab, amit fordított, a Bond darab, amit fordítottam, azt rendeztem is, és igazából ilyen módon nekem egy lehetőség arra, hogy megpróbál megérteni azt a darabot fordítás közben, és egy nagyon intenzív kapcsolata a szövegnek a nyelvével, és ezért egy nagyon izgalmas kihívás számomra. Azt hiszem, hogy azt is nagyjából értem, hogy hogyan használja a Bond a nyelvet, és ezért azt érzem, hogy nem ártok a darabnak azzal, hogy lefordítom, tehát nem teszek rosszat. De olyan nagy vágy nincs bennem, hogy más darabokat fordítsak, igazából a Bond darabokhoz van egy ilyen viszonyom.